Sziasztok, újra találkozunk, és jelentkezem a 23. igehirdetéssel. Nézzük meg, hogy miről szól. Nagy kihívást jelentő parancs. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. János 15 és 12. Jézus azt mondta, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János 15 és 11. Igen. Mire vonatkozik az ezek, amiket tennünk kell ahhoz, hogy az ő öröme legyen az életünkben? Következő igeversben kifejti. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez aztán a nagy kihívást jelentő parancs. Igen, sokat kell növekednünk és érnünk. Igen. Még be tudjuk tartani. De ahhoz, hogy olyan örömteli életünk legyen, amilyet Jézus szán nekünk, köteleznünk magunkat a parancs teljesítésére. Isten különböző vérmérsékletű, különféle személyiségű embereket teremtett, tehát nyilván szereti a változatosságot. Azt olvasok a Bibliában, hogy amikor az első embert teremtette, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Első Mózes 1 és 31. Tehát nem csupán változatosak vagyunk, de mindenkiben van valami jó. És ezt kell nekünk is keresnünk a másik emberben. Az életben sok boldogtalanságunk okozója az, hogy az emberek nem azok, akiknek szeretnénk látni őket, vagy nem azt teszik, amit várunk tőlük. Érdekes. Mi a megoldás? Hogyan örülhetünk minden egyes napnak, ha bosszantó embereket kell elviselnünk? Úgy, hogy eldöntjük, szeretni fogjuk őket. Nem kell szeretnünk azt, amit tesznek, ahogy viselkednek, de őket szeretnünk kell annak ellenére is. Érdekes. Ha belegondolsz, Isten is azt teszi velünk, nem? Ime a titok nyitja a nehéz emberek szeretéséhez. A bosszantó emberek életében általában van valami, ami számukra bosszantó.
ha a fájdalmuk forrását kezelét, jobban fogják érezni magukat, és jobban fognak bánni veled. Halljátok, milyen érdekes. Hát igen, én is így vagyok valahogy, tényleg. Hát ez a törődés, igazi. Az jelenti a törődés. Hát én is, igazi. Én is szeretem a nézőimet. Azért, mert megértőek vagytok, elfogadhatok engemet is olyannak, amilyen vagyok. Nézitek a műsoraimot, mert szerettek. Igen. Jó dolog szerintem. Így van. Szuper dolog. Na jó, minden jót akkor. Legjobbakat, hónap találkozunk. Isten áldjon benneteket, szép álmokat. Jó, de ez igen hirdetés, és hónap majd a következővel, jó? Jelenkező. Sziasztok, minden jót!